A márciusi technikai korrekció után a múlt hónapban ismét folytatódott a bérleti díjak emelkedése a budapesti albérletpiacon. Az éves drágulás még a felpörgő inflációt is meghaladja, állapítja meg legfrissebb budapesti albérletpiaci elemzésében a rentingo.com közösségi albérletkereső platform. A fővárosi albérletárak elérték a koronavírus válság előtti szintet. Nominális értéken számolva az elmúlt két évben nem volt ilyen drága a lakhatás Budapesten. Márciushoz képest 4,5, az előző év azonos időszakához képest pedig 15,4%-kal kértek többet a bérbeadók kiadó ingatlanjukért, ami átlagosan 165 ezer forintos bérleti díjnak felel meg. Áprilisban a bérlők átlagosan 152 ezer forintért kerestek albérletet Budapesten, ami 1,6%-kal kevesebb a márciusi adatnál, de a februári 147 ezer forintos értéket így is jelentősen felülmúlja. Danóczi Balást sok szeretettel köszöntöm ma reggel, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. A bejátszóra is akkor reagáljunk egyúttal, illetve ugye ebből is kitűnik az, hogy a fővárosi albérlet árak, azok visszaálltak a koronavírus időszak előtti árakra. Most akkor ez egy emelkedést jelent, vagy igazából csak egy igazítás a piac részéről? Attól függ, hogy ezt rövid távon nézzük, vagy hosszú távon nézzük. Hogyha nagyon hosszú távon nézzük, azt mondjuk, akkor mennyi időt jelent mondjuk egy 5 évet veszünk, akkor a hosszú távú trendekbe most állt vissza a piac. Hogyha rövidebb távon nézzük, és a rövidebb távon mondjuk itt a koronavírus válság időszakára gondolunk, akkor volt egy V alak, gyakorlatilag egy visszapattanást látunk. Az albérlet piacnak az alja az körülbelül 1 évvel ezelőtt, tavaly márciusban volt, és onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatos az emelkedés. Ennek oka legfőképpen a kereslet és a kínálat találkozásának hiánya. Ugye nagyon sokan hazamentek vidékre, például a diákok hátrahagyták az albérletüket, sokan elmentek home office-ba dolgozni, szintén vidékre vissza értelemszerűen, vagy sokan inkább a gazdasági válság és a háborús helyzet az, ami ezt igazítja és mozgatja. Hát a kereslet kínálatra minden hat természetesen, és érdemes nézni külön a keresleti és külön a kínálati oldalt. Amikor a koronavírus válság becsapott mindenkinek az életébe, akkor olyan helyzettel találkoztunk, amivel korábban még nem, gyakorlatilag lefagyott az ingatlan piac és az albérlet piac is, és egyszerre bővült a kínálati oldal, és esett össze a keresleti oldal. A kínálati oldal bővülése, ugye a jól ismert Airbnb-s lakásoknak a hosszú távú albérlet piacra történő visszaáramlását jelentette, hirtelen elérhetővé váltak azok a lakások, amiket korábban csak a turisták tudtak kivenni. Ezzel szemben a keresleti oldal összeomlott, mert ugye a külföldi diákok hazamentek, a turisták nem jöttek, és így ezáltal, amikor egyszerre egy piacon a kínálat bővül, kereslet pedig csökken, akkor nagyon jelentős árcsökkenés következik be. Na most az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy ez kezd megfordulni. Ugye azt látjuk, hogy a gazdaság az teljes fordulatszámon pörög, tehát a szolgáltatóipar helyreállt, az egyetemek már régóta működnek, ezért a keresleti oldal folyamatosan épült fel. A másik oldalról, a kínálati oldalról pedig az látható, hogy az Airbnb piac is újraéled. A turisták megjelennek, látjuk a gurulós bőröndöket a belvárosban, és az is nagyon fontos, hogy megváltozott a turizmus, most már nem 2-3 napos városlátogatásra jönnek az emberek, hanem 2-3 hetes home office-ra. Tehát amikor mondjuk a repülőforgalmi adatokból gondolnánk egy foglaltságot az Airbnb lakásoknál, ez lényegesen magasabb, és mivel az ingatlan piacon ez egy befektetési forma, a lakás tulajdon és a lakás kiadás. A bérbeadók azt látják Budapesten, a belvárosban, hogy újra megéri a turistáknak kiadni jobban a lakást, akkor természetesen oda mennek át a lakások, csökken a kínálat, és ezért gyakorlatilag az elmúlt 1 évben folyamatos emelkedést láthatunk. Akkor ez egyúttal azt is jelenti egyébként, hogy nem a hosszú távú ingatlan kiadás vagy albérlet kiadása a kecsegtetőbb a kínálati oldalon, hanem ez a rövid táv, amit ön is mondott, hogy a turistáknak jobban megéri adott esetben akár drágában kiadni, mint hogyha mondjuk kiadják egy egyetemistának 1 vagy akár 5 évre? Hát a hozamkockázat szempontjából a tulajdonosok sajnos sokkal jobban járnak jelenleg, akkor, hogyha a rövid távra a turisztikai piacon hasznosítják a lakásukat. Ez a valós helyzet, és ez természetesen ez egy nagy probléma, amit nem sikerült még kezelni politikai szinten sem. És várható egyébként, hogy kezeljék akár? Tehát érdemes ebbe akár a kormánynak bele is nyúlnia?
Hát ez azt gondolom, ez olyan kérdés, ami rajtunk kívül mutat. Mi láttunk már több próbálkozást az önkormányzatok részéről, de igazából valós megoldás még nincsen ebben a problémában. Mi lehet ön szerint az egyetemistákkal? Tehát gondolom, hogy kollégiumi helyek ugye végesek, tehát nekik égető kérdés a lakhatás, amikor megvan a felvételi után a papíros, hogy lehet jönni a fővárosba egyetemen, főiskolán tanulni, akkor ők milyen megoldáshoz tudnak nyúlni? Hát igen, az albérlet piacnak a csúcspontja az mindig a július végén kezdődik, amikor egy képzeletbeli startpisztoly eldördül azzal, amikor kihirdetik a ponthatárukat, és az egyetemisták megindulnak albérletet keresni. Most az idei évben egyre feszültebb lesz az albérletpiaci helyzet, mert nem látunk olyan okot, ami azt mutatná, hogy a következő hónapok során csökkennének az albérletárak. Tehát az egyetemisták részéről a kereslet az értelemszerűen mindig a legolcsóbb lakásokra koncentrálódik, de abból a mondjuk így, hogy termékkategóriából nem tud bővülni a piac. Ami az albérletpiacon a bővülést jelenti, az új lakások. Ugye új lakások épülnek szép számmal, és azoknak egy jelentős része befektetési céllal épült, vagy befektetési céllal vásárolják meg a tulajdonosok, és megjelenik adott esetben a hosszú távú albérletpiacon, de ez teljesen más szegmens. Abban a szegmensben, amelyben az egyetemisták keresnek, ott nincsen bővülés. Na most, mivel nincsen bővülés, ezért ott az árak folyamatosan emelkedni fognak. A befektetői oldalon egyébként kik vannak jelen? Magánszemélyek, akiknek van lehetőségük anyagi elsősorban arra, hogy lakást vásároljanak, és akkor kiadják ezeket a bérletnek, vagy ezek befektetői csoportok, esetleg külföldi személyekről van szó? A legnagyobb számban természetesen a magánszemélyek vásárolják a lakásokat befektetési célra, de már láttunk példát arra, hogy ez intézményesítve, tehát céges befektetők által történik, és már Budapesten is megjelent több olyan cég, aki jelentős számú lakást birtokol lakáskiadás céljából. A racionalitás és az irracionalitás, ez mennyire találkozik az albérleti árak piacán, mert hogy helyek közben én is vizsgálgattam pont a beszélgetésünkre felkészülve például a kereső oldalkon, hogy milyen lehetőségek vannak, és mondjuk az én szemem azt mondja, hogy egy 30 négyzetméteres kis lepukkant lakásért nem biztos, hogy adnék 140-150 ezer forinton, és ezt én irracionálisnak érzem, hogy ennek semmi szerepe nincsen a piacon, hanem igazából tényleg ez a kereslet és kínálat tolja föl, vagy esetleg megjelenhet az a visszaható igény, hogy egyszerűen azt mondja a keresleti piac, hogy ezért nem vagyok hajlandó ennyit fizetni, és egyszer csak majd úgy észbe kap a kínálati oldal, hogy ez nem biztos, hogy reális. Hát ez azért nehéz kérdés, mert a lakhatás az nem egy impulzív vásárlási folyamat, hanem az embernek az egyik legalapvetőbb szükségletéről szól, amit meg kell oldani. Tehát, hogyha valaki kényszerhelyzetben van, és meg kell oldani a lakhatását, mert olyan életkörülmény közé került, hogy adott esetben elválnak, összeköltöznek, szétköltöznek, vagy egyetemistaként van szüksége, vagy a korábbi albérleténél felmondták, és valahol laknia kell, akkor hiába gondolja ő úgy azt, hogy adott esetben irreális az a meghirdetett bérleti díj, de természetesen akkor is kénytelen. Erre mondják azt, hogy a szükség nagy úr. Danóczi Balázsnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma reggel. Örülök, hogy itt lehettem.